Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban szeretnénk egy kicsit tisztába rakni az optikai szálak közti különbségeket, felhasználási területeket. Hmm. Igen, igen, kezdjük is rögtön el szerintem. Kétféle számunk van, van a single mód, meg a multi A multi ugye további négy csoportot tudjuk szétbontani, OM1-től om 4 illetve az SM is amit sokan elfelejtenek, további csoportokra lehet szétbontani, amiről egy kicsit később fogunk beszélni. Igen, most nem szeretnénk belemenni, hogy mitől multimódus vagy mitől monomódus vagy egy szál, vagy szingomódusú egy szál. Ha érdekel benneteket, akkor ezt írjátok meg kommentbe, és nagyon szívesen tartunk kerül is egy videót. A multimódus, ugye OM1, OM2, OM3, OM4, most már van OM5 is, kezd megjelenni legalábbis papírformában. Ez egy evolúciós folyamat volt. Az OM1 az még 62,5 mikronos mag átmérővel rendelkezett, és ez mind ledes, mind lézeres fényforrással alkalmatos volt használni, de ez szigorúan maximum 33 m2-ig tudott nekünk 10 gigás sávszélességet biztosítani. Az OM2 volt nagyon sokáig a legelterjedtebb, hívjuk ugye etalon szál típus, hogyha valaki nem jelölte meg, hogy más szállat szeretne, akkor om 2 ös kábelt kapott. Ez már 50 mikronos maggal rendelkezik, ahogy innen az összes magasabb OM számú szál is. Ezt szintén vagy LED vagy lézerrel lehetett meghajtani, de itt a 10 gigát már 82 méterre tudtuk elvinni. És akkor egy kb. 6 évvel ezelőtt jelent meg, hívjuk így hétköznapi forgalomban az OM3, amit már csak lézerhez van kifejlesztve, de ott a 10 gigát 300 méterig tudjuk elvinni, de az érdekesség nem ez volt, hanem az itt hogy már megint a 40 és a 100 giga, mint maximális sávszélesség 100 méteres hatótávig. És, és ezt a... ne felejtsük el, hogy különböző színne voltak ezek jelölve. Ugye az OM1, OM2 volt a narancs. Így van, de ez egy szokás volt, ez nem szabvány, nem, nem uh, írta elő, az OM, OM2 az narancsága köpenyben volt, az OM3, meg é. néha az OM4 is ilyen, ilyen türkiszkék, aqua a hivatalos neve, de már láttam magenta színben például OM4-et, ugyanúgy, mint Aqua-ba is. Tehát é. azért mondom, hogy ez, az, ne ez alapján döntsétek egy kábel azért milyen. És akkor már egy mondat még az OM4-ről, az kb. nagyon nem is terjedt még el legalábbis felhasználásban, nem is olcsó ugyanúgy 50 mikronos szállal rendelkezik, de ez már 10 gigát 550 méterig tud elvinni, és a 40, illetve 100 gigát pedig 150 méterre. Az OM ötről nem tudom még, még nem olvastam szabványokat, de egyébként de még nem is találkoztunk senkinek az ajánlatában, legalábbis nálunk a portfólióba. Ami érdekesebb, és amiért valójában ez a videó készült, ez a single módosú szálak típusát szeretnénk egy kicsit egyenesbe hozni. Mert természetesen az évek alatt uh, itt rengeteg vakvágány volt, ugyanúgy meg sok különböző felhasználású területekre, dedikált dedikált szálak. Mi, uh, ugye a legelterjedtebb az a 652-ből volt uh, ABCD évek alatt. Az A és a B, ez úgynevezett nem víztúcsmentes szálak voltak. Uh, nagyon sok bérszálat telepítettek le annó no magyar Telekom Invitel, amikor ez volt még az a optikai szál. Az optikai szál, ez egyféle volt, mint monomódusú, tehát távközléshez telkó cégeknek szánt optikai szál, de ennek egy nagy hibája volt, hogy nem volt a később megjelent CVDM technológia alkalmazására, a vízcsúcs miatt, ez azt jelenti, hogy az 1383 nanométer körül egy nagyon magas kiugró csillapítás értékeket kaptunk. Ezt hivatott ö, megszüntetni. megszüntetni a 652D szál, ami a mai napig a legelterjedtebb optikai szál, ez az úgynevezett vízcsúcsmentes szál. Mindenki ezt használja égde főre, tehát hogyha megnéztek egy kábel adatlapot, a 62 d szál fog szerepelni. Voltak még 652, 653, 64, 655-ös, 656-os szálak, ezek egy része elhalt az evolúció során, egy része dedikáltan, például csak és DV... igen, dvd igen, DVDM, hosszú, nagy távolságú DVDM adat folyamokra van kihegyezve, kiélezve sokszor egy kábelben nagy távolságok, nem ez Magyarországon azért nem jellemző, mert sajnos nincs akkor a távolságok fizikailag az országban, hogy mindig Németországban, vagy Franciaországban, vagy Lengyelországban, egy kábelben volt egy-egy pászma, ami 655-ös vagy 656-os szállal volt kitöltve, a többi pedig 652D, és akkor az az egy pászma dedikált volt a nagy távolságú DVDM adatfolyamokhoz. Ami az érdekesebb, az a 657-es szálcsoport, ami pár éve megjelent, egy egyre gyakrabban lehet vele találkozni. Hála Istennek. Hála Istennek, így van. Mert ez... ad annyi pluszt. De ez Így van. Gyere. A 657-es szál az egy olyan szál, ami kimondottan a PON lett kifejlesztve. Tehát a passzív optikai hálózatainkhoz. A legfőbb feladat, vagy, vagy cél, amikor a, ezt a szálat fejlesztették, az az volt, hogy egy olyan szálat hoznak létre, ami lehetőleg kompatibilis a 652D-vel, tehát összehegezhető, de emellett a 30 mm-es hajlítási sugarat leredukálja, mert uh, ügyfélbekötés, jellemző ügyfélbekötéseknél uh, uram bocsájé épületen belül ez a 30 mm ez nagyon sok volt, és nagyon sok uh, csillapítási probléma adódott a hajlítási sugárból a, uh, következően. A 65 es szállat négy csoportra tudjuk bontani, vagy négy típusra, az A1, A2, B3 és B3+, ha lehet így hívni. Ez már ki melyik jártó, ahogy veszük, úgy hívja. Az A1 és az A2, tehát az A csoport, az egyértelműen a 652D-vel mindenben kompatibilis, hegezhetők, teljesen kiváltható, sőt, és ez utána a mondatunk legfontosabb része, a 652D szállat a gyártok annyira felhúzták most már minőségileg, hogy teljesíti 657A1 szabvány kritériumait, ergo hívhatjuk akár 657 a 1 is. Ez annyira így van a nevesebb gyártóknál, hogy már nem gyártanak külön 652D és 657 a szálat, hanem 657 a 1 et gyártanak, amit ha kell, akkor 652D-nek hívnak, ha kell, akkor 657 a hiszen mind a két szabvány teljesítik. Csak ugye az a probléma, hogy nagyon sok olyan technológiai cég van, akik még mindig előírják ezeket a régebbi típusú szálakat. Én ragaszkodnak van. hozzá, viszont gyártási technológiában már nincs értelme ezeket gyártani. Pontosan átfedés lehet egyszerűen a kétszájtípus között, de ez csak az A1-re igaz. Az A2, Igen. ami már nem mert az A1, az 10 mm-es haladási sugarat engedi meg, a D-nek a 30-ával szemben, az A2 az 7,5 mm Minimális különbségben van az A, tehát 657-es szálak és a 652 D között a szálnak a modális paraméter, az MFD paraméter egy picit más. Ez azt jelenti, hogy lehet egy minimális veszteség a hegesztéseknél, de ez szinte nem mérhető, és minden szál típus, tehát szerintem még a, hát a nevezesebb gyártóknál mindenféleképp igaz ez, hogy még ha magasabb is 67 sorozatú szálaknak az MFD értéke a 652 képest mind a kettő még bőven a szabvány által előírt külsőbérték alatt van jóval. Tehát itt ilyen tizede decibelekről beszélünk. Ha egyáltalán. Egy kicsit térünk ki arra, hogy mondták kettért kettő érdekesebb dolgot. Az egyik az, hogy nem minden szátípus hegezhető másik fajta szátipussal. Miért? Igen, itt szintén az MFD paraméter áll a háttérben. Tehát erre fontos figyelni. De ez Én könnyen megjegyezhető. Az, az ásorozatú szálak azok hegezhetők egymással, és a D-s szálakkal, a bék nem minden esetben. Ott már meg kell kézni a szágyátóját. A szágyátók ezt úgy szokták tesztelni, hogy a saját szálaikat összehegeztik a saját szálaikkal, különböző típusokról beszélünk természetesen, illetve a piacon lévő konkurens, szálgyátóknak a szintén különböző száll és akkor ezektől csinálnak méréseket, és tapasztalati úton jelzik, hogy mondjuk az ágyátó 652 D szála és a B-gyátó 657 A2 szála, vagy a B1 szála, B3 szála kompatibilis egymással, vagy nem. Vagy az ő, ők Igen. milyen veszteséget mértek ilyen hegesztéseknél. A b szál, a B3 az, 5 mm, a B3 az pedig 2,5 mm-es hajtás sugarat enged meg azok jellemzően pecskábel gyártáshoz vannak kitalálva, kifejlesztve, tehát az nem életszerű, nyilván előfordulhat ilyen, de nem életszerű, hogy egy B3 plusz szállat egy 652 D-vel akarsz összeegeszteni. Jellemzően ez úgy szokott lenni, hogy gerinc oldalon vannak a 652 D szálak, vagy lefedő oldalon, de ugye erről az előbb beszéltünk, hogy ez Igen. már szinte 657 A1, tehát éppen mi van ráírva a kábelre, és azt fogod összehegeszteni egy valamilyen előfizetői drop amiben jellemzően A1 vagy A2-es szál van. A B3-as szálak, azok pedig vagy előt csatlakozózott kábelekben szoktak szerepelni, úgy értem dobkábel esetében, tehát gyárilag elő van csatlakozózva, vagy mechanikus kötés kerül rá egy szálpiktél, aminek szintén a végén van egy gyárilag megszerelt csatlakozó. Ráadásul a B sorozat az a 12 vagy a 62D szállal mechanikus kötés esetében mindig összeköthető. Ez a, a másik, amit mondta, ugye a hajlítási sugarak. Ugye a szálak között eltérnek a hajlítási sugarak, erről fogtok látni itt egy vágóképet, ahol szépen át tudjátok tekinteni, hogy melyik típusú kábeleknek mekkora hajlítási sugarak a minimum engedélyezettek. Így van, ne felejtsük, ez a szálnak a sugara, nem a kábelé, de egyértelmű, és ezért is mondtuk azt, hogy mondjuk egy gerinc kábelbe nem fog belekedni egy 650 b és szál, mert semmi értelme nincsen, hiszen nem fogod tudni akkorában meghajlítani, hogy az oszlopon hogy ennek az előnyét élvezni, inkább a hátrányékkal fogsz találkozni. De mi a helyzet egy épületen belül? El kell jutni mondjuk a padlástérből vagy a pincéből a, az onuig, ami lehet, hogy átvezet a nappaliba három különböző helységen, ajtófélfán, szekrény mögött megy. Hát ez egy 652-es D-s szállal nagyon problémás. De még egy A1-essel, meg A2-essel is. Beteszünk egy linket az infoboxba, ahol egy rövid videót fogtok látni, amit a Fibrén vett fel három egyforma szerkezetű kábelről beszélünk, ez egy sima drop kábel, amit megszereltek egy, -egy SCA csatival, annyi köztük a különbség, hogy a három kábelben három különböző szál van. A2, B3 és B3 plusz A1 és 62D nem is szerepel a kísérletben. Az lett ezzel a kísérlettel szimulálva, hogy egy lakáson belül, ha a kábelre rátolunk egy szekrényt, egy céklábat, meghajlítjuk éppen, amikor az ajtón átviszük, milyen hatások érik a hálózatunkat. Na utána az lesz a probléma, hogy az ügyfél telefonál, hogy tosz az internet. Tegnap még jó volt. Ö, klasszikus hibaforrás, egyáltalán biztos, hogy nagy gond van, csak házon belül valahol csillapítás lépett föl. Ráadásul, ha évek múltán valaki szeretne majd szolgatást nyújtani 10 gigán, ami még magasabb hullámhosszokat használ, ez a probléma még előbb ki fog jönni, és még nagyobb gondot fog jelenteni. De ezért lettek kifejlesztve ezek a szálak, hogy ezeket a problémákat minimalizáljuk. Hát hogyha monomódus optikai kábelt vásároltok, Lefedő vagy GENINX hálózatra, vagy beásátok valahova, akkor kis teljesen, teljesen milyen szálat visztek. 652D, 657A1, ezekkel különös szálak már nevesebb gyártók esetében, ez fontos kiemelni. Tehát mindig kérjétek be a szál a szál adatlapját, és akkor ott látni fogjátok, hogy mik a paraméterei. Mi a fibrin szálait használva teljesen minimi a kábel a 62D vagy 64 a 1 ugyanaz a szál van benne most már. Ha pedig mentek az előfizető irányába, akkor egyértelműen érdemes legalább A1-es szálakban gondolkozni, hanem A2 vagy ulan bocsánat, B3-as sorozatban. Mikor használunk multit? Multimódusú szálnak, hát igen, a semmikor kívül. A multimódusú szállat jellemzően informatikusok használják. Ugye az egész optika először adatközpontokban indult el, kampusz hálózatokat összeköttendő. Régen a multimódus és monomódusú aktív eszközök árában volt izgalmatlan különbség. Mondjuk volt egy tízszeres szorzó egy multimódusú, meg egy szinglomódusú SFP modul között, akkor még nem is SFP, hanem modulnak hívtuk, mert az egyikben egy LED van, a másikban pedig lézer ha egy 24 pontos switch-et meg akarunk pakolni, hogy ez a szorzó szemmel jól látható oldalanként Igen. 24 pontos switch beszélünk. Tehát ezért volt az, hogy azt mondták a felhasználók, hogy igaz, hogy multimódusú kábel vagy optikai szál sokkal-sokkal drágább előtási oldalon, mint egy monomódusú, de még pár száz vagy, vagy mint én, pár tíz métert használva olcsóbb monomódusú lézerforráshoz képest. Ez az utóbbi tíz évben azért erősen változott, hogyha nem rendelt Cisco, HP, ezt a modulokat használtok, akkor... Nincsenek már akkor árkülönbségek. Akkor nem lesznek, így van. Szinte egy árban vannak. Tehát pár száz forint különbség lesz köztük. Én pont ezért szoktam mondani oktatásokon is, hogy ez a multimódos, ez a megmaradt rossz. Ez egy rossz szokás, így van. Van, természetesen tartjuk mi is OM3, OM4 szálas kábelek vannak raktában de hát az nem lehet összehasonlítani egy multimódusú szál műszaki paramétereit egy monomóduséval. Egyszerűen a CVDM és DVDM technológiák miatt, amik megengedik, hogy egy szálon, hát a CVDM-nél 18, a DVDM-nél akár 80 különböző hullámhosszon tudjunk 10 gigát, hullámhosszon 10 gigát sugározni, vagy akár két különböző irányból tudjunk sugározni, tehát egy duplex kapcsolatot egy szállon felépíteni. Nagy távol, nagy távol tehát 150 kilométerig. Ez De nem tehát Na igen, hat, hatalmas előnye 150 méterhez képest. Igen. igen. Köszönjük, hogy megnéztetek minket. Ennyi lett volna mára. Bármi kérdésetek van, szóljatok. És ne felejtsetek el feliratkozni, amíg még nem tettétek meg, és lájkolni minket. Sziasztok! Sziasztok!